Nagyon szépen köszönöm a felvezetést, tisztelt elnökasszony, tisztelt elnök urak, kedves kollégák, hölgyeim és uraim. Nekem az a jó hírem, hogy már csak én egyedül állok önök és az ebédjük között, tehát hogy most már valóban vége lesz a szekciónak, de én nagyon-nagyon élveztem ezt a két napot, ugyanis kiváló, gyakran az én tévképzeteimet is eloszlató előadásokat hallottunk. Ez azért nagy munkát ró ránk, mert amikor visszamegyek a karra, akkor rögtön egy értekezletet összehívok, és azért néhány dolgot majd át kell beszélnünk, de ezek az előadások az emberi agy, az elme és a lélek működéséről szóltak. Az előadást, amit most majd én elmondok, ezt közösen csináltuk rektorasszonnyal, ő most hivatalos tárgyaláson van Budapesten, én adom elő az ő részét is, és nem azért használok itt egy másik gépet, mert függő vagyok, nem csak azért, ugye, hanem azért, mert az ő jegyzetei ezen az eszközön jeleníthetők meg. A címet én nem kaptam, én adtam, és rendkívül rosszul adtam szerintem, mert amikor megláttam a programban, akkor láttam, hogy nem csak hosszú, hanem döccen is. Ugye Kosztolányi annak idején mindig a címeken nagyon sokat lamentált, és nekem volt egy kedves professzorom, Kenyeres professzor úr, aki mindig azt mondta, hogy hát Zolikám, ez döccen, tehát nekem eredetileg van egy irodalom szakos végzettségem is, és az a rossz hírem, hogy ez a cím még továbbiakban is még magyarázatra is szorul majd, és én megpróbálok szinkron két helyen kattintani egyszerre. Tehát a digitalizáció oktatási kihívásairól a lehetséges, nem biztos, hogy jó válaszokról fogok beszélni, illetve a konferencia főcíméhez kapcsolódva a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek ilyen formájú oktatásáról is szólni kívánok. Lesz egy elméleti része, és akkor egy picit majd elmegyek a gyakorlat felé, és egy kicsi reklám is, tehát hogy mi az, amit mi csinálunk az egyetemen, én bízom benne, hogy belefér. Az elvárásokat én is a tanulók szemszögéből fogom megfogalmazni, de azért áthallással mindig megjelenik az, hogy mi az, amit a társadalom, vagy esetleg azok, akik többségében ezeket az eszközöket, lásd okostelefonokat, vagy platformokat ugye fejlesztik. Miről lesz szó röviden? Az új tanulási környezetről, személyre szabott tartalmakról, de akkor én rögtön bele is vágok, mert egyenként is hozom majd őket. Tehát az új tanulási környezet az alapvetően a felfedezésekről is szól. Egy olyan fotót hoztam, ami a Covid időszakra volt jellemző, ahol képernyőkkel, de azért papírral és ceruzával is körbe voltak véve a tanulók, és ez egyszerre, ez a környezet ma már, amikor visszatértünk az iskolákba, egyszerre alapul a tantermi tudásmegosztáson, egyszerre a digitális technológián, egyszerre kilép a valós térből, és egyszerre beléptet minket az eszközök segítségével a valós térbe. Tehát az a stressz, amiről Freud Tamás tegnap beszélt, az csak növekszik, és nem csökken. Tehát amikor nekem az okosórám azt jelzi, hogy otthon végzett a mosás, akkor hálát adok, hogy ilyen kedves feleségem van, aki most mi felváltva mosunk, de arra gondolok, hogy mi lesz a következő adag. Ugyanez történik a hallgatóknál is, amikor csilingel a telefon, a tanároknál, amikor csilingel a telefon. Hogy vajon, ugye nekem óvodapedagógusok mondják, hogy vajon egy szülő ír és kér egy tájékoztató videót arról, hogy a gyermek éppen hogyan fejlődik az óvodában, vagy pedig esetleg jön egy másik értesítés, hogy valamit tanulhat belőle. Előtérbe kellene, hogy kerüljön a kreativitás, előtérbe kellene, hogy kerüljön a kísérletezés, de ez a komplexitás, amit a sok képernyő jelent, és a sok kihívás, hogyha nem működik a technológia, az időnként ugye az oktatásnak a rovására is megy. Amiben mi hiszünk, azok a személyre szabott tartalmak, itt volt szó a mesterséges intelligenciáról, tehát amikor a mesterséges intelligenciát tudjuk az oktatásban használni, akkor az majd a fejlesztésben lesz nagyon fontos. Például a Doodle így működik. Doodle esetében, hogyha valakinek a present perfect éppen nem megy olyan jól, akkor megnézi, hogy mások ezt hogyan tanulták meg, milyen ismétléssel, és ilyen feladatokat fog neki adni. De egy olyan óriási cégről van szó, aminek a fejlesztési kapacitási lehetőségei, pontosabban a mi kapacitásaink nem mérhetők az ő kapacitásaikhoz, és mindvégig, amiről én beszélni fogok,
az első részében az előadásomnak arról szól, hogy mi az, amiben mi megpróbálunk vetélkedni, de a nagy multinacionális több száz milliárd dollárt érő vállalatok kínálnak, és mi az, amit mi válaszként ugye tudunk adni. Az egyéni tanulási utakat egy nagyon izgalmas történet, a hipertextualitás, a multimedialitás is támogatja, de még én visszafogom magam, és nem fogok belemenni ebbe a területembe, ami nagyon fontos, hogy itt mindig a kijelölt tanulási céloknak megfelelően kell kialakítanunk ezeket az utakat is. Gyors információszerzés és tájékozódás. Nagyon gyakran halljuk azt, hogy milyen kiváló, hogy gyors információszerzéssel bírunk. Valóban, de az a kérdés, hogy akkor a belső világ az mennyiben gazdagszik, hogy az ismeretek mennyire raktározódnak el, hogy ezeket mennyire tudjuk visszahívni, és mint hallottuk professzor úr előadásából, hogy ez hogyan is szolgálja magát a tanulást. Mert hogy egy gyors Wikipédia keresés az önmagában lehet, hogy információszerzésként működik, de a tanulás nem fogja segíteni, az összefüggéseknek az észrevételét pedig még kevésbé. Megkíméltem mindenkit egy epilepsziás rohamtól, baloldali ábra az egy GIF-nak mozognia kellene, és ha nem tévedek, akkor 1,7 másodperc, ez egy mérés, amit a social media tartalmak befogadása kapcsán csináltak, és az ember 1,7 másodperc alatt dönti el, hogy egy videót megnéze, vagy tovább léptet. Én foglalkozom kommunikációs tanácsadással is, és ott nagyon-nagyon komoly szerepet játszik ez. Tehát egy ilyen környezetben kell nekünk oktatnunk. Direkt hoztam egy provokatív képet, ugye hatékonyabb horizontális együttműködést kínálhat nekünk a technológia. Hát hiszen össze vagyunk kapcsolva, ki kell használnunk azt, hogy a hálózatot alkotó egyenrangú pírek környezetében önszervező kooperáció jelenik meg. Mi magunk is, itt van Monár dékán úr, alkalmaztuk ezt a Műszaki Egyetem, és alkalmazok most is az EKÉ-n, hogy adott esetben a hallgatók azok együtt kereshetnek megoldásokat, vagy amikor e-learningben teszteltetjük őket, akkor akár ők le is ülhetnek együtt, és átbeszélhetik, és megtalálhatják a legjobbat. Ugyanis ez is egy tanulási folyamat. És ebben a rendszerben jelenben a Web 2.0, ami a közösségi tartalom létrehozásról van szó, a felhő alapú rendszerek, és akkor még sorolhatnánk. Amikor megjelenik ugye az élményszerűség, akkor azok a tanulók is igenis aktiválhatók, akik a hagyományos osztályteremben passzívak, és hát a komplex instrukciós programról már esett itt szó. Tehát a digitális technológiát, hogyha megfelelően használjuk, akkor mindezt képes támogatni. Ugyanúgy cél lenne a kreativitásnak a fejlesztése, de hát a digitális technológia is csupán egy eszköz, ráadásul egy disruptív eszköz, kreatívan bomlasztó. Egy icipici kitérő annak idején, amikor felfedezték a röntgen sugarakat, akkor a nagyon gazdagok az Egyesült Államokban tartottak röntgenpartikat, ahol saját maguk fejét és mások fejét röntgenezték, és ez nagyon szórakoztató volt, meg kezüket is, ugye akkor még holmi keveset tudtak ennek a káros hatásairól. Amerikában cipőboltokban voltak ilyen kihelyezett röntgenek, és valakinek megröntgenezték a lábát, és azt mondták, hogy neki ez a legjobb cipő. Ma már csak futni kell ugye a spuri cipőboltban, és akkor kielemzi a számítógép. Tehát igazából a kreativitás fejlesztéséhez olyan módszertanokra van szükség, mint hallottuk, amelyek esetében ugye tesztekkel is lehet fejleszteni, de ezt nem szabad egyénileg az oktatókra bízni, ugyanis itt igenis központi fejlesztésekre is szükség van. Tehát haladunk a központosítás felé újra. Az okos eszközök élményszerűségének a kihasználása. Nekem ez egy vesszőparipám, hogy ezek az eszközök élményszerűek. Tegnap hallottuk ugye akadémia elnökének előadásában, hogy micsoda dopamin löketet kapnak a gyerekek, amikor ilyen eszközöket használnak. Ezt kihasználja a Twitter, ezt kihasználja a Facebook. Ilyen félkarú rablóként működik. Tehát mindig van egy tartalom, és akkor lehúzom, megjelenik valami új. És engem jutalmaznak egy új tartalommal. De amikor csiningel a telefon, ugye belerezgi az információt a combomba, és onnan megy az agyamba,
Nem tudom, hogy ezt pontosan hogyan lehetne ugye meghatározni, de ez csak egy gyakorlati tapasztalás, hogy már ezek, és a 12 éves fiam azt mondja, apa, neked van ilyen signature move-od, amikor megfogod így a combodat. Ez egy ilyen megnyugtatás, hogy még megvan a telefonom, és tovább ugye küldheti az impulzusokat az elmémbe. Tehát a tesztek bizonyítják, hogy amikor valaki mellett ott van az okostelefonja, elég gonosz teszt, és akkor különböző üzeneteket, értesítéseket küldenek neki, akkor a stressz szintje növekszik, és egyre többet hibázik, amíg kérdésekre válaszol. Ezt mi úgy hívjuk, hogy gyakorlatilag ugye multitasking, amit dicsértünk nagyon sok ideig, milyen fantasztikus, hogy egyszerre több dolgot tudunk csinálni. És hát azért, hogy ne csak egy borús képet vessek én is föl, ha kész élményszerűséget adunk, akkor a kép borús lesz. Hogyha nem, hogyha foglalkoztatunk, hogyha adott esetben Kahoot-tal fejlesztünk, gamifikációt alkalmazunk, vagy wiki játékot alkalmazunk, fantasztikus dolog a wiki játék. Nem tudom, hogy hányan ismerik, a wiki game telefonon is működik, az oldalon is működik, egy adott szótól a hiperlinkeken keresztül el kell jutni a végcélig. És az, én úgy szoktam játszani a hallgatóimmal, hogy többiek segíthetnek, a kooperációt is fejleszti, és az asszociációs készséget. Egy olyan Wikipédiáról beszélünk, aminek a hivatkozását mi tiltjuk, igenis a felsőoktatásban érthető okokból. Az én bevezetőm után ugye most következzen az, hogy mi milyen megoldásokat kínálunk az egyetemen. Oktatási tartalmakról, neveléstudományi doktori iskoláról fogok beszélni, a komplex alapprogramról, a köznevelési portálról, a kattanról, a katolikus digitális tananyagtárról, és nagyon leszűkítem kapcsolódva a témához, ugye ezt megtanultam, hogy a konferenciának van egy témája, egy ideig igyekszem elmondani, amit én szeretnék, de utána rácsatlakozom, és az marad meg, hogy a témáról is beszélt, tehát egy földrajz neckköz készletről fogok még beszélni. Az oktatási tartalmak. Ugye a dián is megmutatom, hogy alapvetően ugye itt nálunk a fenntartható fejlődés az milyen sok területen jelenik meg, és ezeken a területeken egyébként szoktuk ugyanúgy a digitális eszközöket is használni. Egy kezdetleges alkalmazási formája volt az a jegyzet, ami 2013-ban jelent meg, ugye ez rektorasszony írta, és ez egy letölthető formájú szöveg volt, ami annak idején azért volt lényeges, mert már távolról is bármikor hozzáférhető volt. És hát ez fontos hangsúlyoznom, hogy mi, mint katolikus egyetem, emellett a teremtésvédelem iránt is elkötelezettek vagyunk, és ezt próbáljuk egységesíteni, ez rektorasszony szövegéből is kiderül. Neveléstudományi doktoriskolához lépek, ami nemrég egy sikeres akkreditációs folyamaton van túl, és bízom benne, hogy ez most így is marad, hogyha én, mint a doktoriskola programigazgatója, nem hozom kellemetlen helyzetbe ugye magát a doktoriskát. Én a digitális lábat vezettem, tehát meg lehet bocsátani a környezetpedagógia modulnak, hogyha nem mondok megfelelő dolgokat. A modulon belül egyébként már két olyan disszertációt védtek meg a kollégák, ami szintén a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos, és a digitális oktatás az mindvégig megjelenik, nem csak jegyzetek, hanem ugye az online konferenciázás formájában is. És hát akkor itt eljutok egy olyan pontig, ami igazolja azt, amit tegnap ugye Fraj Tamás mondott, azt, hogy gyakorlatilag ugye a feladataink a köznevelésben azok sokszínűek, módszertani megújulásra van szükség, ezt mindig halljuk, ugye? Tehát, hogyha ezt nem halljuk, akkor azt jelenti, hogy baj van, ez a folyamatos megújulás. Egy kis nyugalom ugye azért lehetne, Jordan B. Peterson mondja, hogy a komplexitásnak a csökkentése azért az hatásos tudna lenni. De hadd mondjam el, hogy ugye maga a program is öt elemből áll, és itt a testmozgás ugyanúgy megjelenik, mint a digitalizáció. A művészet alapú alprogram ugyanúgy, mint az életgyakorlat alapú alprogram. Hát a belső világnak a gazdagsága a szervesen kapcsolódik a digitalizációhoz. Ezek nem szembenálló dolgok, ezeket igenis ötvözni kell, és az a nagy szerencse, hogy nagyon sokan részt vesznek, teljes tantestületek a programban, és ezáltal sok-sok tapasztalatot is tudunk szerezni. Hát tovább haladva, van nekünk egy olyan nemzeti köznevelési portálunk országosan, aminek az informatikai fejlesztéseit itt az egyetemen látják el, és ezáltal is szerzünk tapasztalatokat. Ugyancsak
Ugyancsak a következő, amit itt hoztam, az a katolikus digitális tananyagtár, itt az Egri Fő Egyházmegye szellemiséghez kapcsolódva jelenítjük meg a tartalmakat, tesszük őket elérhetővé. Amint látjuk, azért nagyon-nagyon sokféle szerepet betöltünk. Az IoT fejlesztéseknek a sora az nem áll meg, ugyanis én úgy gondolom, hogy a számok önmagukért beszélnek, a 100 darab okos tankönyv, 19 ezer interaktív feladat. Ezek már azért olyan nagy bázisok, amelyekből lehet meríteni. Nem a Facebooknak, nem a Twitternek a bázis a mennyiségben tudjuk, de a tanárok nincsenek önmagukra hagyva, tehát nem nekik kell egy Moodle kurzus után, nekem ez nagyon nehezen megy kiizzadni az ellenőrző kérdéseket, és akkor még szólnak az informatikusok, hát a Zoltán itt csak két kérdés van, és bővebben fejtsd ki. Nem, itt professzionális módon történt a fejlesztés, 1500 interaktív feladatsor, és ezen felül pedig professzionálisan előállított multimédiás kiegészítők jelennek meg, és van egy új oktatási platformunk is, ez pedig maga a Pegasus, és hogy ez még ne legyen elég, ugye nekünk a pedagógus oktatásban, itt van a kolléganőm Lengyelni Molnár Tünde, aki ugye a Digitális Technológiai Intézetet vezeti, és hát oroszlán részt vállal abban, hogy a pedagógusoknak ezeket az ismereteket átadja, ezeket pontosabban megossza. Egy kis történeti utazás, egy evolúciós ívet szeretnék én most felrajzolni. Ugye rektorasszonynak ez a jegyzete egyébként már 15 évvel ezelőtt készült, és annak idején ugye már a földrajznak az oktatását digitális online környezetben képzelt el. Ekkor még nem voltak keretrendszerek, és csak annyit szeretnék belőle felvillantani, hogy egyrészt ugye az elérhetőséget, másrészt pedig, hogy ennek a környezettel mit csinál, tehát egy hagyományos dolgozó szobát jeleníti meg, és úgy vannak kategorizálva a különböző tulajdonságok. Én most nem lépek fel az online rendszerbe, mert azt csak én látnám, innen nem tudnám kezelni, ezért nem tudok interaktív lenni, de például a geográfiai, a tudományági címszó alatt az éghajlatváltozásról, annak hatásaihoz kötődő válaszadáshoz is kapnak például segítséget, és nem ez az egyetlen ilyen tananyag, ami annak idején fejlődött, tehát látunk itt, én visszafelé haladok a történetben, hanem más társdisziplináknak is megjelentek ugyanilyen formában a virtuális megjelenései. Kíváncsian várjuk egyébként, hogyha a Facebooknak ez az Oculus rendszere beválik, hogy vajon az oktatást, hogyha ott leteszteljük, milyen módon lehet majd egyébként talán kikísérletezni. Elképzelhető, hogy nem egy hagyományos átültetésről van szó, hanem egy teljesen új gondolatiságról, de egyáltalán nem biztos, hogy működni fog, pont azért, mert elragadja a figyelmet a lényegről, és hát itt van még egy környezettan, netzköz készlet is. Az a jó hírem, hogy most már az összegzésnél tartok, én ilyen SNEL programban adtam elő, megköszönve mindenkinek a türelmét, és amire mi a hangsúlyt szeretnénk fektetni, az okos eszközök rendszeres használata során a kompetenciáknak a szerepe, hogy hogyan tudják azok átalakítani pedagógiai gyakorlatot, de még egyszer hangsúlyozom, célnak megfelelő használattal, mérésekkel alátámasztva, megfelelő fejlesztési célok mellett. Előtérbe kerül ugye mindig a tanulóközpontú készségfejlesztés és a problémaorientált tanítási-tanulási folyamat. Kialakulnak a tudásszerzésnek a különböző mintázatai, és hát küldetésünk is van, a küldetésünk nem más, mint hogy hozzájárulni a 21. század európai és magyar polgárait a elvárható műveltség megalapozásához, de itt a digitális műveltségről is beszélünk, és a digitális önmegtartóztatásról is beszélünk, digitális diétáról is beszélünk, és a célnak megfelelő használatról is beszélnünk. Ezek az eszközök, ezek nem feltétlenül segítik, viszont nekünk, tanároknak, tanárképzőknek nagyon komoly küldetésünk és felelősségünk van abban. Most már egész komoly lettem a végére, úgyhogy akkor köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet.